20. alkalommal rendezték meg idén a Zempléni Fesztivált Sárospatakon. Dobrovoľníci z Michaloviec začali so záchranou ruín stredovekého Vinianského hradu. Sátoraljai Újhelyben 23. alkalommal várta az érdeklődőket a Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztivál. Obec Zemplínskej Jastrabie je v realizácii projektov z programu Líder úspešná. Toho času chcú v obci vybudovať amfiteáter. A Sárospataki Református templomban megtartott záró hangversennyel fejeződött be a már 20 éves múltra visszatekintő Zempléni Fesztivál. Idén jubilált a már nagy hagyományokkal rendelkező Zempléni Fesztivál. Bár a jeles évforduló fényét némileg beárnyékolta a gazdasági világválság hatása, a szervezők mégis igyekeztek kevesebb forrás mellett ugyanazt a magas színvonalat biztosítani. 2011-ben mintegy 17 település adott otthont a fesztivál különböző programjainak, amelyből közel 50% volt. A szervezők szerint 20 év után is Zemplén varázslatos helyszín. Róla János, ők 1992-ben kezdték meg, és 12 éven keresztül ők vitték a rendezvénysorozatot. Én azt hiszem, hogy a gyökér ugyanaz, beleszerettek Zemplénbe ugyanúgy, ahogy mi is, később, és a folytatók mindenki. Minden egyes évben új rejtelmeit ismerik meg ennek a gyönyörű tájnak, új barátokat szerzünk itt Zemplénben, és akik ide látogatnak a fesztiválra, ők is pontosan ezt mondják nekünk. Zemplén is megszerethető, és ez a fesztivál is nagyon megszerethető volt. Egyrészt azért, mert továbbra is unikum az országban. Nincs még egy olyan fesztivál, amely egy régiótól nem egyszerűen a művészetnek egy pult bemutatkozási lehetősége, hanem valóban figyelmet irányít a régióra, figyelmet irányít lokalitásra, figyelmet irányít helyi szokásokra, helyi értékekre, amikkel adott esetben a helyiek is örömmel szembesülnek, és a helyiek számára is fontos, hogy ezt megmutathatják a világnak. Az egyhetes fesztivál keretében neves művészek léptek színpadra, és számos kísérő rendezvény tette színesebbé a programot. A folytatása a záró koncert kapcsán is felmerült. Nagy kérdés, hogy milyen irányba megy a fesztivál, vajon a főszponzor távozása az betöltődik-e, akár a visszatérés okán, akár pedig más főszponzorral, és hát hogy azok a nemzeti források, amelyek egy ilyen rendezvény szempontjából nélkülözhetetlenek, ezek lesznek-e és elegendők lesznek, és időben rendelkezésre állnak-e, hogy ezen múlik a jövő esztendő. Mi bizakodók vagyunk, mert nem tehetünk mást. Abban a pillanatban, ahogy egy biztonságos alap látszik kialakulni, akkor mi rögtön, mivel terveink már bőségesen vannak, tehát álmaink a 21. fesztivál programjára szintén, ezzel nincs probléma. Én azt hiszem, hogy meg tudunk újra tölteni két hetet bőségesen programokkal itt Zemplénben, és akkor újra egy olyan fesztivált élvezhet jövőre a közönség, amit már tőlünk megszokott. Az idei Zempléni Fesztivál a jubileum mellett a Liszt Ferenc emlékév jegyében telt el. A Zempléni Fesztivál programjait idén is több ezren tekintették meg. Nagy Marian tudósított Sárospatakról. Po vyše 300 rokoch dostáva Vinianský hrad nedaleko Michaloviec novú podobu. Dobrovoľníci z Michaloviec a okolia si založili občianske združenie a rozhodli sa zachrániť ruiny hradu. Hradné múry však opravujú netradične, používajú pritom stredoveké technológie, jednoduché nástroje a pracujú výlučne len v historických kostýmoch, ktoré si sami zhotovili. Je to stredoveký hrad, z každých stien dýcha stredovek a vlastne snažíme sa tu vniesť ducha stredovekých stavbárov. Našim hlavným cieľom je zachrániť tie najviac ohrozené časti hradu, aby to nespadlo. Pripravujú sa lešenia, pripravuje sa prútie, hasí sa malta, vodu potrebujeme, piesok situujeme. Nadšencov, ktorí zachraňujú hrad, je momentálne 15. Dennodenne im však pribúdajú noví členovia. Väčšinou ide o študentov. Najmladším z nich je len 14-ročný Štefan, ktorý zvláda náročné murovanie jedna radosť. Asi pred 4 rokmi som začal robiť tak intenzívnejšie na tých hradoch. Začal som ich skúmať, to ma začalo baviť. Momentálne murujem a učím ľudí, ktorí nevedia murovať. Cez školský rok plánujú aktivisti spolupracovať aj so školami. Chcú tu vyučovať hodiny dejepisu. Plánujeme tu študentov pravidelne brávať na hodiny dejepisu, aby mohli, najmä čo sa týka stredoveku, aby si mohli osvojiť alebo vidieť stredoveké remeslá ako kováctvo, tesárstvo, stredoveké techniky pri murárčení. Z Vinianského hradu Kristýna Bertičová.
Sátoraljaújhelyben ez alkalommal is több ezren voltak kíváncsiak a már nagy hagyományokkal rendelkező Zempléni Néptánc Fesztivál színes programjára. Csalódást pedig ezúttal sem okozott az érdeklődőknek a közel egyhetes programsorozat. A hagyományoknak megfelelően színes felvonulással vette kezdetét az esemény, majd a rendezvény téren a város polgármestere köszöntötte a külföldi és hazai fellépőket. Remélem, hogy ebben a hegyekkel körülvett kisvárosban olyan szeretetre és hangulatra talál mindenki, amely ebben az 5 napban felejthetetlen élmény nyújt számára. Ezzel a problémákkal, válságokkal terhes világban fontos, hogy teremtsük a lehetőségét annak, aki kapcsolódásnak, az önfelett szórakozásnak, egymás kultúrájának megismerésének és a néptáncnak a megismerésének. Ezt követően a cseh, az olasz, a tajvani, a mexikói, a török, az ukrán és 8 magyar gyermek és felnőtt néptánc csoport lépett színpadra. Ők voltak ugyanis az ezévi fesztivál résztvevői. A belváros ezt követően minden délelőtt az úgynevezett hivogatótól volt népes. Délután új elemként a folk színpad adott helyet a különböző nemzeti kultúráknak, esténként pedig már a nagy színpadon mutatták be a népi táncosok színes programjaikat. Minden dansz más. Van, aki van egy dansz nagyon lassan, nem a ritmus. Aki van fekete tenger, fiú is, lány is, az nagyon-nagyon ritmus. Ez a zene is más. A Törökországban sok, nem tudom mit mondani, de viselő, más ruha, valaki egy város van táncos, más ruha, más zene. Van más város tánc csinálni, akkor ő is más ruha, más zene. Az 5 napos fesztivál Szent István király és az államalapítás tiszteletére rendezett augusztus 20-ai programsorozat keretében zárult. A nemzetközi lakodalmas menet és a városi ünnepséget követően búcsúztak el a fellépők a fesztiváltól. Azt, hogy nem csak a táncosok készültek nagy nagy szeretettel erre a fesztiválra, azt láttam napról napra, estéről estére, hanem Sátoraljaújhely néptáncot szerető közössége, lakosai is. Az első este mintegy 1500 fő vett részt ezen a fesztiválon, a második este már 3000 fő, és tegnap már magam sem tudom, hogy hányan voltak itt. Azt viszont igen, hogy 10 órakor még senki nem akart hazamenni. A zárónapon pedig igazi fesztiváli hangulatban zárult a Néptánc Fesztivál. Közel egy hetes programra természetesen határon túlról is érkeztek érdeklődők. Nagy Marian tudósított Sátoraljaújhelyből. Obec Zemplínsky Jastrabie v Trebišovskom okrese je členom združenia Tokaj Rovina, ktorá združuje 21 obcí. Ako miestna akčná skupina bola založená v roku 2008 a podporuje svoje územie prostredníctvom prípravy prístupu Líder. V rámci rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky sa v Zemplínskom Jastrabi rozhodli, že rozšíria ponuku služieb pre svojich občanov v miestnom športovom areáli. Budujú amfiteáter s prostriedkou projektu Líder v celkovom náklade 35 000 eur. Tento amfiteáter by sme chceli ukončiť začiatkom budúceho roku, pretože chystáme oslavy 750. výročia obce a dovtedy by sme chceli mať amfiteáter hotový. Slúžiť by mal pre celú našu obec a mali by sa tu potom vykonávať také obecné slávnosti každý rok. V obci so 700 obyvateľmi majú smelé plány. Z európskych projektov chcú vyťažiť čo najviac. Zamerali sa na oblasť rozvoja občianskeho života a skvalitňovania podmienok pre život miestnych obyvateľov. Ďalší projekt, ktorý obec bude realizovať cez projekt Líder, je úprava verejných priestranstiev v obci. Tento projekt obsahuje prístupové chodníky k fontáne, ktorá bude uprostred tohto priestoru. Potom pri kultúrnom dome bude altánok a krb na opekanie a lavičky v okolí domu smutku. Manažment obce Zemplínskej Jastrabie myslí aj na bezpečnosť obyvateľov a potláčanie kriminality. Ďalšie peniaze z projektov chce orientovať práve týmto smerom. Z financovania ministerstva vnútra vo výške 4 000 eur s 20% spoluúčasťou obce je v pláne vybudovanie kamerového systému. V septembri obec chce zrealizovať projekt kamerový systém. Kamery by mali byť umiestnené v priestoroch športového areálu pred domom smutku a v priestoroch obecného úradu. Cieľom tohto projektu je zabezpečiť ochranu obecného majetku. Obec Zemplínskej Jastrabie má niekoľko úspešných projektov za sebou. Zrealizovať chcú aj výstavbu kompostárne a verejného vodovodu. Zo Zemplínskeho Jastrabia Peter Ferko.
Jó ütemben haladt idén nyáron is a Sátoraljaújhelyi vár feltárása. Ennek köszönhetően már körvonalazódik az egykori épület területe és formája. Tavasszal másfél hónapon keresztül zajlottak a régészeti feltárások a Várhegyen, majd augusztusban újabb munkálatok zajlottak. Idén 1,5 millió forintot fordítanak a vár feltárására, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap és Sátoraljaújhely város önkormányzata finanszíroz. Az ásatások során előkerült pénzérméket, kerámiákat és fémtárgyakat restaurálják a szakemberek, és ezzel együtt készül a fotókkal és rajzokkal gazdagított dokumentáció is. Emellett konzerválják azokat a falmaradványokat, amelyek már előkerültek a feltárás során. Az ásatás előreláthatólag október elejéig tart. Kúpele v Sobranciach sú už roky nevyužívané a chátrajú. Okolitý les je na tom podobne, preto sa pracovníci štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky odštepný závod Sobrance rozhodli situáciu zmeniť. V spolupráci s mestom vyčistili lesné náučné chodníky a osadzujú tu informačné tabule. Ostáva im ešte postaviť altánok, lavičky, odpadkové koše, kaplnku svätého Huberta aj ihrisko pre deti. Práve im sa štátny podnik plánuje venovať po otvorení lesníckeho náučného chodníka, ktoré sa uskutoční 16. októbra. Negyedik alkalommal rendezték meg Rudabányácskán a Hagyományőrzők napját. A Szépbánya Egyesület szervezésében zajló színes családi program egésznapos elfoglaltságot adott a jelenlévőknek. Az esemény motója idén az volt, hogy fűben fában orvosság. Ennek megfelelően bioméhészet, gombakiállítás és gyógynövényes is volt, számos kézműves foglalkozás kíséretében. A zene, a társastánc, a humor sem hiányozhatott ezen a napon a kínálatból. A rendezvény ideje alatt látogatható volt például a Szlovák Tájház is. A nagy hagyományokkal rendelkező eseményen több mint 100-an vettek részt az egész nap folyamán. V galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach si môžete pozrieť novú výstavu. Tá nesie názov Maliar Zemplína. Pripravená bola pri príležitosti 100. výročia príchodu Teodora Jozefa Musona do Michaloviec. Muson je kvôli svojmu pôvodu nazývaný maďarsko-francúzskym Zemplínčanom. V galérii Zemplínskeho osvetového strediska je vystavených takmer 60 jeho diel, akvarelov, kresieb a fotografií. Výstava potrvá do 9. septembra. Takéto krásne motocykle si mohli návštevníci pozrieť na jubilejnom 10. ročníku Medzinárodného zrazu sveta motocyklov, ktorý sa uskutočnil na Zemplínskej Šírave. Motozraz je tradičnou letnou akciou na Zemplínskej Šírave. Tento rok sa konal o deň viac ako tie predošlé. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo v Michalovciach na námestí Slobody, kde dorazili stovky motorkárov. Kvôli zrekonštruovanému námestiu sa tento ročník zaobišiel bez gumovačky. Sme veľmi radi, že aj tohto roku motorkári zavítali k nám do Michaloviec. Teší nás hojná účasť tých, ktorí na 10. ročník prišli. Teší nás to, že aj dostatok ľudí sa prišlo pozrieť na motorkárov. A veľmi, veľmi oceňujem to, že sa rozhodli na našom zrekonštruovanom námestí Slobody, respektíve Štefánikovej ulici, pristúpiť k tomuto prostrediu tak ústretovo a minimálne ho poškodiť. Pevne verím, že napriek tomu, že sa tu nejaké veľké atrakcie nedejú, že ľudia budú spokojní. Z Michaloviec vyrazili motorkári na Zemplínsku Šíravu do strediska Hôrka, kde celé podujatie prebiehalo. Ani tento rok nechýbala tradičná spanilá jazda. Robili sme už zrazy aj inde, aj na strednom a západnom Slovensku, ale tu na Šírave sme dosiahli tie rekordy, ktoré dneska lámeme.
sme veľmi spokojní, pretože je tu množstvo spevnených ploch, príjemní ľudia a výborné počasie. Prinášame nové, kvalitnejšie kapely, kvalitnejší zvuk, pretože už dnešná doba si to takto vyžaduje. Samozrejme, aj to celkové zabezpečenie pri tom množstve ľudí, pre ich bezpečnosť musí byť o mnoho väčšie, preto je to aj o mnoho drahšie ako pred tými 10 rokmi. Tento jubilejný ročník priniesol aj množstvo noviniek. Svoj talent predviedol trialista Vlado Kodhaj, 20-násobný majster Slovenska v triale. Okrem skákania po autách, na motozraze preskakoval so svojou motorkou aj ľudí. Preskakoval som tu pár ľudí, teda 9 ľudí, čo ako nie najbezpečnejšia disciplína. Je to čiste technický šport, tu na trialista, keď sadne na hociakú inú motorku, tak sa vie odviesť, pretože tu na citlivo narába s plynom, je to veľmi ostrá motorka, ktorá ide od spodku a takisto citlivo reaguje aj spojka. Tu jazdec musí prenášať ťažisko pri výskoku v celej svojej dĺžke alebo aj dĺžke motorky, nakláňa sa dopredu, dozadu podľa toho, ako či ide hore alebo dole. A narába s tou fyzikou vlastne tak, že využíva aj silu motorky. Skvelú show predviedol aj maďarský motorkár Attila. Z toho, čo ukázal v klietke smrti, mnohým behal mráz po chrbte. Do klietky smrti si v Európe trúfnú len traja motorkári. Attila je jedným z nich. Ötödik éve foglalkozom én ezzel a kaszkadőr bemutatóval. Hát Európát járom vele. Többnyire motoros rendezvényeken, találkozókon szoktam ezzel fellépni. Hát otthon nagyon szeretem Magyarországon a Harley Davidson Fesztivált. Tehát ez megtiszteltetés nekem, hogy évről évre ott felléphetünk. Tehát azt kell mondani, hogy ott zömmel 20-25 ezer ember szokott nekem tapsolni, és erre nagyon büszke vagyok. Mindezek fölött most már nem elsőre vagyok itt Szlovákiában, tehát teljesen megragadott a találkozóknak, a rendezvényeknek a hangulata, úgyhogy örömmel jövök ide is. Mindenkit üdvözlök, aki ilyen motoros rendezvényekre kiáll, és remélem, hogy minél hamarabb találkozok velük. 10 ročnica motozrazu priniesla pre návštevníkov okrem týchto atrakcií aj bohatý hudobný program, množstvo súťaží, karaoke show a nechýbala ani módna prehliadka. Hudobnými headlinermi podujatia bola obľúbená slovenská kapela Horkyže Slíže či finalisti československej superstar Gabriela Gunčíková a Lukáš Adamec. Ja som tady vôbec poprvé, celkově i v Košicích, kde Lukáš bydlí, sem poprvé, takže pro mě úplně nový zážitky, nový lidi, takže jsem úplně spokojená, šťastná, líbí se mi tady. Vždy tu jsem povedal na východnom Slovensku na konci zrazu tri krásne vety a tými vetmi sú, že milujem slobodu, milujem motorky a milujem východné Slovensko, je to pravda. A rád sa sem vrátim určite aj na budúci rok, až mi zdravie dovolí a teda dožijeme sa, ako hovoríme my starší ľudia už, určite sa sem na východné Slovensko vrátim. Samozrejme, rád by som pozdravil maďarských susedov, pretože veľakrát už sme navštívili aj maďarské zrazy. Máme veľa maďarských kamarádov z okolia Dieru, z okolia Budapešťu, sú to super partie, super chlapci. Oni vedia, že neviem maďarsky, väčšinou s nimi rozprávam nemecky, ale jedno viem po maďarsky určite povedať a to je Sretlem Hungária. Motozraz prilákal tento rok na Zemplínsku Šíravu vyše 8000 motorkárov z rôznych kútov sveta. Stredisko Hôrka sa zaplnilo množstvom motoriek, niektoré z nich doslova vyrážali dých. To je neskutočná mašina. Najvýkonnejší z jednovalcov, ktorá vôbec bola vyrobená, tá 650 XR. Jak tu píše, kráľovna baje, to v Amerike, pre americký trh. U nás sa nedala zohnať, to bola zo zahraničia dovezená. Nem mindig, néha. Egyszer voltunk itt már múlt éven, most jöttünk másodszor. Itt belépő, azt fizettük, múlt éven nem fizettük.
Hát először vagyunk itt úgy bent, megyünk szétnézni. Meglássuk, mi lesz még itt. Gumiegetése és a többi. Mne sa najviac páči tá jazda smrti. Myslím, že je to hudobne lepšie tento rok, ale atmosféra a motorkár sa nepríde kvôli hudbe, príde sa kvôli atmosfére a užíva si to. Takže je tu medzi ľuďmi, ktorí rozumejú jednej veci a to sú motorky. Motozraz na Zemplínskej Žirave je najväčším na Slovensku a aj tento rok lámal rekordy v účasti motorkárov. Zo Zemplínskej Žiravy Anna Činčárová.